Üdvözlök mindenkit, Vermin87 vagyok, egy újabb Witch Doktoros build videó. Ez nem más pedig, mint a Pet build. Ugye Leaderboards legpopulárisabb buildje, Leaderboardsban ezzel a build-el viszik ki a nagyon-nagyon-nagyon magas Greater Rifteket is. Sok variációs lehetőségünk nincs a buildnél, de azért akad némi. Most nézzük, mit kell a build elkészítéséhez. Szükségünk van a Helltooth set 5 darabjára. Kesztyűt, hogy a sisakot kell kihagynunk. Ugye innentől egyértelmű, hogy a Kanai Cube-ban egy rock gyűrű van berakva. Úgy van meg a 6-os set bónuszunk. Nézzük, hogy akkor a set milyen tulajdonságokkal ruház fel minket. 2-es set bónusz után azok az ellenfelek, akiket az elsődleges skillünkkel találtunk el. Itt felsorolja, hogy melyik skillek azok. Acid Cloud, Firebats, Zombie Chargers, Zombie Dogs, Gargantuan, Grabs of Deed, Piranhas, Wall of the Deed. Ezek az ellenfelek, akiket ezzel eltaláltunk, úgynevezett nekrózis al lesznek megjelölve. Ők lesznek lassítva, illetve 1500%-os fegyversebzést kapnak minden másodpercben. Akik ezt a nekrózist úgymond elkapták, azokkal szemben 20%-kal nagyobb sebzésünk van 10 másodpercig. 4-es set bónusz azt a tulajdonságot adja, hogy miután az ellenfeleken rajta van ez a nekrózis, akkor mi kapunk 60% sebzés csökkentést 10 másodpercig. A 6-os set bónusz pedig miután Wall of the Deed skillt elnyomtuk, kapunk 1400%-os fegyversebzést 15 másodpercig az elsődleges skilljeinkre. Acid Cloud, Firebat, Zombie Charger, Zombie Dogs, Gargantuan, Grabs of the Deed, Piranhas and Wall of the Deed. Nézzük akkor, milyen legendari tárgyakra van szükségünk. Kezdjük föntről. Szükségünk van egy Mask of Jeremre, amely azt a tulajdonságot adja nekünk, hogy a petjeink 95%-kal többet sebeznek. Ugye ez a érték, ez 75 és 100% között lehet. Szükségünk van egy Witching Hoolra, de akinek így nem megy, vagy nincs megfelelő jó ilyen öve, annak tudom ajánlani a String of Earth-t, azzal egy kis védelmet nyer magának. Az is megfelelő lehet. Gyűrűből szükségünk van egy Short, The Short Man's of Finger-re, amely ezeket a Gargantua lényeket fog megidézni, tehát nem egy darab lesz megidézve, hanem három kisebb, akik sokkal erősebbek, mint előtte az egy darab. Legendary Bracer, ez ugyanaz, mint a Jade Harvester buildnél, ugye a Soul Harvest stackjeink után sebzés csökkentést kapunk, stackenként 6%-ot. Fegyverünk még mindig ugyanaz, Sacred Harvester, ugye a Soul Harvest 10-es szintig stackelhető ezáltal. Illetve Legendary Mojo, ez azt a tulajdonságot adja, hogy az elszenvedett sebzésnek a 26%-át a kutyák, tehát a zombi kutyák, amiket megidézünk, azok az ellenfélre vissza, úgymond vissza rakják rájuk, tehát mindegy tükör visszasebzi. És szükségünk van ugyanúgy egy Endless Walk setre, amely azt a tulajdonságot adja nekünk, hogy mozgás közben 50%-kal kevesebb sebzést kapunk. Ha pedig egy helyben állunk, akkor 100%-kal növeli a sebzésünket.
legendari gemek, amikre szükségünk van. Egy Benedov cseppet, amely megnöveli a sebzésünket azokkal az ellenfelekkel szemben, akikre valamilyen irányítás, hatás, effektet nyomtunk. 39,60%-kal jelenleg 82-es szinten. 25-ös szint után pedig azt a tulajdonságot adja nekünk, hogy 15 yardon belül lévő ellenfelek 30%-kal lassabban mozognak, tehát ezzel folyamatosan aktiválva az első tulajdonságát. Szükségünk van egy Benedov's Chickenre. Ugye, mint mondtam, erre ez minden buildnél szinte lényeges, ugyanis a Rift Guardiannek annyira sok életük van, hogy másképp nem is nagyon megy. Első tulajdonság, amit ad, az, hogy az ellenfelek, akik engem ütnek, illetve én is ütöm őket, azokkal szemben 1,62%-os bónusz sebzésem van, illetve 25-ös szint után 25%-kal megnöveli a sebzésemet a bossok, illetve a Rift Guardianekkel szemben. Szükségünk lesz egy Enforcer gemre is, amely megnöveli a pettyeinknek a sebzését 37,50%-kal 75-ös szinten. És a pettyeink 90%-kal kevesebb sebzést szenvednek el. Nézzük akkor a Kanai Cube-ba gyorsan, milyen tárgyak is vannak. Furnancé ugyanúgy az elitekkel szemben biztosít bónusz 50%-os sebzést. Egy Tuskeren Teu, amely a pettyeinknek a támadási sebességét növeli meg 50%-kal. Illetve ugye egy Rorg gyűrű, amely lecsökkenti a szett tárgyak, tehát a 6-os szett tárgyaknál ugye 5 darab elég, hogy megadja a 6. szett bónuszt, tehát a követelményeket csökkenti le 1-jel. Tehát ezekre a tárgyakra van szükségünk. Gyorsan nézzük meg, milyen skillek, illetve rúnák szükségesek a buildhez. Ugye szükségünk van egy Wall of Death-re, amely lényegében ugye megidéz egy kört tele szellemekkel, amelyek 6 másodpercen keresztül 1200%-os fegyversebzéssel sebzi az ellenfeleket. Természetesen fagy alapú, az egész build szinte fagy alap, fagy típusra épül, azért láthattátok a legendary bracerben is, hogy cold skillekre erősítés van betekerve. Az közelben lévő ellenfelekre 60% eséllyel chill effektet fog nyomni, és lecsökkenti a velük szemben a bejövő sebzést 25%-kal 3 másodpercen keresztül. Gargantua, ugye egy Gargantuát fog megidézni nekünk, aki ugye a gyűrűnek köszönhetően nem 1 darab, hanem már 3 darabot, sokkal kisebbet, de sokkal erősebbet. A rúna pedig azt a tulajdonságot adja neki, hogy most már képesek a Cleaves skillre, amellyel egyszerre több ellenfelet is tudnak sebezni. Ugye 585%-os fegyversebzéssel cold alapú. Zombidox. 4 darab zombit fog megidézni, zombikutyát fog megidézni nekünk az oldalunkra, akik velünk együtt harcolnak. Ezek a kutyák 120%-os fegyversebzéssel ütik az ellenfelet, fizikális alapú. A rúna pedig, amit használok vele, a zombi kutyák életet töltenek nekem 100%-ban, ami az én life-on hitem értéke minden egyes támadásuknál. Soul Harvest, ugye ez a skill arra jó, hogy az ellenfelektől életerőt szív el 18 yardon belül. Minden egyes lélek elszívásnál 3% intelligenciát kapunk 30 másodpercen keresztül. Ez az effekt ugye 5-ös szintig stackelhető, de a kardnak köszönhetően már 10-es szintig.
rúna, amit használok, pedig megnöveli az armorunkat 10%-kal per minden egyes harvester, tehát minden egyes eltalált ellenfél után, és az ellenfeleknek lecsökkenti a mozgási sebességüket 80%-kal 5 másodpercen keresztül. Piranász, itt is ugye a pirándó runájával használom, amely lényegében annyit módosít rajta, hogy nem csak egy tavat és kiugráló pirányákat ad, hanem egy tornádót is, amely odaszívja a közelben lévő ellenfeleket. A pirányák 200%-os fegyversebzéssel 4 másodpercen keresztül ütik az ellenfelet, és ez poison alapú, tehát méreg alapú. A megjelölt, tehát az eltalált ellenfelek, megjelölt ellenfelek 15%-kal több sebzést szenvednek el. Spirit Walk, ugye ezzel a skill-el képesek vagyunk fizikai testünket elhagyni, egy szellemi síkba lépve 3 másodpercen keresztül. Ez a 3 másodperc a Jaunt rúnának köszönhető, ugyanis az a rúna tolja ki 3 másodpercre, amúgy csak 2 lenne. Amíg ebbe a szellemi síkba vagyunk, addig megnövelt movement-tel, movement speed-del vagyunk egy picit, illetve nem tudnak minket sebezni. Passzív skill-ek, Priest the Will, az összes sebzésünket megnöveli 20%-kal, de a mana igényeket pedig megnöveli 30%-kal. Grave Injustice, a 20 yardon belül meghalt ellenfelek után kapunk 1% maximum life-ot és 1% manát, és lecsökkenti az újratöltési időt a skilleken 1 másodperccel minden egyes ellenfél után. Ennek a hatósugara növelhető tárgyal, illetve a gold felvevő rádiusz értékével. Midnight Feast megnöveli a zombikutyák és a gargantuák sebzését 50%-kal, és automatikusan idéz egy darab kutyát, hogyha esetleg elhalnának. Confidence Ritual 25%-kal több sebzés a 20 yardon belül lévő ellenfelekkel szemben. Na most azt mondjuk, tudni kell a buildről, hogy amit látjátok, ebbe nincs despair rank, tehát ez nem annyira erős build, de egy gyors greater 75-ös szinten meg tudom mutatni, hogy ez hogyan is néz ki, hogyan is kell használni. Hát akkor lássuk. Gyors, megidézzük a kis petjeinket. Ugye a build legnagyobb problémája az, hogy ez nem irányított sebzés, tehát nem én irányítom, hogy mit üssenek, hol üssenek. Az, amit ők gondolnak, azt ütik. De nekünk annyi dolgunk van, hogy állunk és várjuk, amíg leütik őket. Illetve a Soul Harvest, a Wall of the Death és a többi skillt közben tudjuk nyomogatni, irányát. Sokat nem érdemes mászkálni, ugye, mert akkor az véletlen volt. Na, ugye sokat nem érdemes mászkálni, mert akkor a sebzésünk lecsökken. Igyekszek én is, mert mondjuk eléggé hozzászoktam a Jade Harvester miatt. Na, ez meg is van. Oké. Okay. Egyébként csak annyit, hogy a Soul Harvest, tehát 10-es szinten tartsuk.
most is ugye igazából az a legnagyobb, hogy hopp, egy power pylon. Megpróbálok onnan állít mellől eljönni. Nagyszerű. Oké, menjünk is akkor tovább. Jó lenne, ha jönnétek is. Oké, itt nincs semmi, semmi. Engedjetek át, köszi. De jól emlékszem, ezzel a build-el talán 80-as Greater Riftet sikerült teljesítenem. Igazából nekem annyira nem tetszik ez a build, mert ugye nem én irányítom a sebzést, hogy mit és mikor mi sebezzen, hanem amit éppen a lények gondolnak, azt ütnek. Most én hiába mondom, hogy ne a szürke lényeket üssék, hanem eliteket, akkor is ők azt fogják ütni, amit akarnak. Ugye itt elit és nem azt ütik, hanem ott ütik a sok szürke lényt. Elit meg itt fog, itt táncol semmi élettel. Pedig. Köszönöm végre. Megtiszteltetek ezzel. Szépen megvárjuk, amíg bocsánat, megölik itt a lényeket. Igazából ezzel a build-el ez a legnagyobb problémám csak. Például a kokáért előbb biztos láttátok, hogy én a sárga, tehát rare eliteknél nem a minionokat ütöm, hanem tehát nem a kis követőket ütöm, hanem magát a sárga lényt, ami dobja a lila gömböket. Minél előbb, általában azokat nem is szoktam nagyon megölni. Ugye itt meg majd ők eldöntik, hogy mit ütnek. Egy kicsit unalmas build, de hát ezt igazából azért mutatom meg, hogy mindenki tudja, hogy mivel is, hogyan is viszik ki a azokat a irgalmatlan magas buildeket. Jó, ugye ahhoz magas despair rank, illetve magas gem rankok is kellenek, illetve magas paragon szintek. Tovább, valahogy utánunk teleportálódnak. Ó, de jó, van egy kisebb tömeg is. Ha nem akarnak utánunk teleportálni, akkor csak benyomjuk a skillt, aztán itt is vannak mellettünk. Egész jó kis riftet kaptunk. Semmi gond.
Na. Hát Death Maiden, mit gondolsz? Annyira nehéz megállni, hogy ne mászkáljak folyamatosan szinte. Srácok? Nem ott, nem azzal egyel kéne küzdeni. Shield Pyron. Ah, lejáró. Na, az előző első szinten is egész jó volt. Ez a pálya, reméljük itt is lesz olyan jó. Nem is tűnik olyan rossznak. Könnyen itt állunk mindennek a közepén, mert shield pylonunk van, de... Terjesszük a nekrózist. Megjött a Rift Guardian. Na, itt kisebb-nagyobb problémák szoktak lenni a Rift Guardian-nel. Na, igen. Addig eszetlenkedtem ott mellette, még csak nem eltalált. Na, most nagyon kell vigyázni. Ha most megöl, akkor ugye a skillek nincsenek újra töltve, nem tudom megidézni a lényeket. Na. Hát akkor ez volt a 75-ös Greater Rift petes build-el. Igazából láthatjátok, hogy elég könnyedén vette az akadályokat, de a magasabb Greater Riften azért tehát mondom, én úgy emlékszem, hogy opa, 80-at sikerült kivinnem vele, azzal ott már eléggé szenvedtem, főleg ez a probléma, hogy nem én irányítom, hogy mit sebezzenek a lények, tehát nem én irányítom a sebzést. Igazából ez volt a legnagyobb probléma ezzel a build-el, de akinek tetszik, hogy neki csak ácsorogni kell és ütnek a lények mindent, annak azoknak nagyon tudom ajánlani. Láthatjátok, 75-ös Greater Riftet 9 perc alatt teljesítettem. Egyszer haltunk meg a Greater Rift alatt. Hát mindenki döntse el, hogy kinek mi a jó. Köszönöm figyelmeteket, akinek tetszett a videó, azt kérem nyomjon egy lájkot. Aki elsősorban szeretné értesülni az újabb videóimról, az pedig iratkozzon fel csatornámra. Köszönöm figyelmeteket, szevasztok!